Zárt kerti program indul, 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok. Változások a törvényszéken, ezentúl az ügyfelek választhatnak a keresetlevelek benyújtási módjai közül. Vállalkozásfejlesztési fórum, ma Magyarországon a gazdaság gerincét a mikro- és kisvállalkozások jelentik. Összesen 2 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok a zárt kerti program keretein belül. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A projekt célja, hogy a települések azokat az elhanyagolt mezőgazdasági területeket is hasznosítani tudják, amelyeknek rendbetételére eddig nem volt elegendő forrásuk. A programban 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a települések pályázatonként. Mintegy 200 pályázatot támogatnak a 2 milliárd forint keretösszegű önkormányzatok számára meghirdetett zártkerti programban. Ezt Szakál István Lórend, a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésekért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára jelentette be a Megyeházán tartott szakmai konferencián. Szerinte azért is fontos, hogy az önkormányzatok pályázhatnak, mert a realitásokat helyben ismerik leginkább. Ők szembesülnek azokkal a problémákkal, ami adott esetben a parlagon hagyott kertekből, a gondozatlan, ápolatlan kertekből adódik. Ők értesülnek azokról a kellemetlenségekről, amelyek éppen a parlagon hagyott és ezáltal elgyomosodott kártevőkkel is megtelt kertek okoznak az egyéb gondozott kerteknek, amelyek mondjuk a szomszédságban vannak. Hogyha azt akarjuk, hogy ezt ebben a világban rendet tegyünk, akkor itt első számú szövetségesek azok az önkormányzatok. Az önkormányzatok azok, akik képet kaphatnak, vagy képet tudnak alkotni arról, hogy ezeknek az átkerteknek kik a tulajdonosaik, mik ezek a tulajdonosoknak, mi a szándéka, ezekkel akarnak-e foglalkozni. Nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy olyan tulajdonosok vannak, akik lehet, hogy nincsenek is annak az információnak a birtokában, hogy ők zártkerttel rendelkeznek. Az önkormányzatok 10 millió forintra pályázhatnak, összesen 2 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Több településvezetője azt mondta, élni fognak a lehetőséggel. Leveleken főként az utakat tennék rendbe ebből az összegből. Leveleken két helyen is vannak zárt kertek. Államtitkárról az előbb nagyon helyesen mondta azt, hogy egyrészt a szőlőkertek, a régi szőlőkertek, amelyek ott vannak, elhanyagoltak a parcellák, ebben már igyekeztünk lépni. Elindítottunk egy erdőstési programot már Leveleken, részben magángazdákon keresztül, részben az önkormányzat már erdőstett zárt kerteket, illetve Leveleken, a tó mellett, a Leveleki tó mellett, a Leveleki tó centrumban levő területek is zárt kertek. És ezeknek a fejlesztésére ez a pályázat, ez a program nagyon nagy lehetőséget biztosít majd nekünk. A szakmai konferenciát Szabó Tünde államtitkár nyitotta meg. Kiemelte, ahogyan egész Európában, úgy az országban és különösen a megyében is fontos a mezőgazdasági termelés. Szerinte ez tovább javítja az ebből az ágazatból élők helyzetét is. Nagyon fontos az, hogy a továbbiakban is segítség érkezzen ezen a területre. Ugye itt két kezükkel művelők és földművesek és földtulajdonosok érintettek. Nagyon fontos ez a területünk, hiszen Magyarország híres arról, hogy az egyik alappillére az agrár terület. Úgyhogy, hogyha ez a lehetőség megvan, és ki tudjuk használni, ugye a kisebb és a közepes méretű gazdálkodásokat is kell segítsük. Ez is azt jelenti, hogy a későbbiekben is kell nagyobb figyelmet tegyünk rájuk, és ennek megfelelően a támogatásokkal tudjuk segíteni. Hiszen itt családok érintettek, és nagyon látszik azért az országos lefedettségben, hogy ez a megye, ez milyen erős ebben az ágazatban. És azért most már rájövünk arra, hogy ez az a terület, ami a jövőnket érinti, és hogyha itt sikeres vagyunk és eredményesek, akkor biztos, hogy Magyarország is az lesz. A megye az elmúlt években is jól szerepelt a különböző agrárpályázatokon. A gazdák 16 jogcímen 58,5 milliárd forintot nyertek el, ehhez még további 38 milliárd forint támogatás is érkezett. A tervek szerint az országos agrárgazdasági támogatások legalább 10%-a, azaz 130 milliárd forint érkezhet a jövőben a térségbe.
Jelentős változások léptek hatályba a nyíregyházi törvényszéken január 1-től. Ezentúl az ügyfél választhat a pereket megelőző keresetlevelek benyújtási módjai közül. Eldöntheti, hogy elektronikus vagy postai úton indít eljárást, valamint a közigazgatási és munkaügyi területen is történtek változások. 2018. január 1-től a nyíregyházi törvényszéken is jelentős változások léptek hatályba. A pereskedés módja abban nem változott, hogy továbbra is keresetlevéllel történik. Abban viszont igen, hogy ezt a keresetlevelet nem lehet már előterjeszteni egyszerűen egy A4-es lapon. Ettől az évtől a www.bíróság.hu weboldalon az állampolgárok megtalálhatják a keresetlevelekre előírt formanyomtatványokat. A ügyfél választhat a keresetlevél benyújtása módja között, mégpedig ő maga dönti el, hogy elektronikus úton kívánja ezt a keresetlevelet előterjeszteni az ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton. Nagyon fontos, hogyha valaki már elkötelezte magát az egyik módnál, akkor az elektronikus benyújtási mód esetében már nem térhet azt követően át a postai módra, a postai módról viszont bármikor áttérhet az elektronikus módra. Megmaradt továbbra is az az elv, hogy a járásbíróság előtt indult perekben nem kötelező a jogi képviselet. Abban az esetben, ha valaki mégis jogi képviselőt választ, akkor értelemszerűen a jogi képviselőre már a jogszabály kötelezően előírja, hogy csak elektronikusan tarthatja a kapcsolatot a bírósággal. A vállópereknél, mint a leggyakoribb eseteknél a nyíregyházi törvényszéken, az illeték mértéke nem változik, továbbra is 30 ezer forint. Amennyiben valakinek ez az összeg megfizetése gondot okoz, továbbra is kérheti a költségmentesség engedélyezését. Deák Andrea hozzátette, a közigazgatási és munkaügyi területen is történtek változások, de ezeknek csak bizonyos ügyek esetében van jelentőségük. A munkaviszonyukkal kapcsolatos perrel kapcsolatos jogvita a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon fog folyni, ha az ítélettel nem értenek egyet. A másodfokú eljárás is itt a Nyíregyházi Törvényszéken fog folyni. A hírekben biztos hallhatták az állampolgárok a Debreceni Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megnevezését. Ez nem azt jelenti, hogy Debrecenbe kell menni pereskedni. Igen, lesznek olyan pertípusok, ahol ez a bíróság fog eljárni. Ezek lesznek a példának okáért adóügyek, vámügyek, földforgalmi ügyek, építésügyi hatósági ügyek. Azok a perek viszont, amelyek az állampolgárok nagy részét érintik, mint például a társadalom biztosítási ellátással kapcsolatos perek, vagy munkaképesség csökkenéssel érintett személyeket érintő perek, első fokon továbbra is a nyíregyházi közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt zajlanak majd. A mikro- és kisvállalkozások a gazdaság gerincét jelentik ma Magyarországon, hangzott el a Vállalkozásfejlesztési Fórumon Nyíregyházán. A Széchenyi Programiroda és a Primom Alapítvány közös rendezvényének fő célja a mikro- és kisvállalkozások segítése. Ennek részeként informálják az Európai Uniós pályázatokról, és további vállalkozásokat támogató lehetőségeket is megismertetnek a cégekkel. Vállalkozásfejlesztési fórumot szerveztek szerdán Nyíregyházán. A rendezvény fő célja a mikro- és kisvállalkozások segítése, az érdeklődők új Európai Uniós pályázati és vállalkozásokat támogató lehetőségekkel is megismerkedhettek. A fórumon szó esett infrastruktúrális fejlesztésekről, valamint új ipari park létrehozásáról is, amelyek segítik majd a helyi vállalkozások működését. Az egyik legfontosabb szempont, hogy ezek a vállalkozások gyakran önfoglalkoztatóak, vagy mikrovállalkozások, kisvállalkozások, akik más embereket foglalkoztatnak, ezáltal családokat tartanak el. Mondhatni, ilyen értelemben a gazdaság gerincét jelentik, hiszen Magyarországon legnagyobb foglalkoztatók azok a mikro- és kisvállalkozások. Ezért számunkra nem csak a nagyvállalatok nyíregyházán letelepítése, fejlesztése az, ami fontos, ez is nagyon-nagyon fontos, és a kettő nem áll egymás ellentétben, hanem a kis mikrovállalkozások erősítése is. A Primom Alapítvány már több mint 25 éve igyekszik a vállalkozások szolgálatába állni. Olyan tevékenységekkel, mint például a mikrohitel kiutalás, vagy a nemzetközi piacon való megjelenés. De a nyíregyházihoz hasonló előadások és szakmai fórumok is fontos információforrást jelentenek a vállalkozók számára.
Idén második alkalommal szervezzük ezt meg a Primum Alapítvány és a Széchenyi Program Iroda együttműködésével, ezt a pályázati forráshoz jutási fórum tájékoztatót, ahol nem csak a hazai forrásokról, hanem a nemzetközi forrásokról is tájékozódhatnak a résztvevők. Ugyanis a Primum Alapítvány a működtetője az Enterprise Europe Network irodanyíregyházi irodájának. Ezen irodának elsődleges feladata a külföldi partnerekkel való kapcsolatteremtés, szakmai kiállításokon való részvétel, nemzetközi üzletember találkozók megjelentítése. Ez az irodahálózat 60 országban több mint 600 tanácsadási ponttal rendelkezik a vállalkozások számára. Az Európai Bizottság támogatásával működő irodaszolgáltatásai térítésmentesen vehetik igénybe a megyei vállalkozók. A magyarországi vállalkozásokat egy új hitelforma is segíti majd, hangzott el a fórumon. Ez az országos mikrohitelprogram, amit a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyújt hozzá forrást, és a Primum Alapítvány közvetíti. Ez a program mikrovállalkozásoknak van kiírva, és beruházásra, forgóeszközre, ingatlan vásárlásra, fejlesztésre, gépekre, berendezésekre lehet igényelni. Maximum 10 millió forint igényelhető 10 éves futamidővel, és fix 3,9%-os kamatozással. A mikrohitel igényléséhez elegendő, ha a vállalkozás működőképes, de akár kezdő vállalkozások is igényelhetik, különösebb feltételek nélkül. Befejezték a nyomozást a nyíregyházi rendőrök, vádemelést javasolnak a gyanúsítottak ellen, akik prostitúcióra kényszerítettek egy fiatal lányt külföldön. A rendőrök még tavaly nyáron fogták el B. Matild és P. József magyi lakosokat, és egy 15 éves fiút, akik a megalapozott gyanú szerint bántalmazással vették rá a sértettet, hogy anyagi ellenszolgáltatásért szexuális kapcsolatot létesítsen idegen férfiakkal külföldön. Ezt az összeget a lánytól teljes egészében elvették, és saját megélhetésükre fordították, írja a polisz.hu. A két felnőttkorú vádlottat kerítés, valamint gyermekprostitúció kihasználása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanújával hallgatták ki augusztusban. A nyíregyházi rendőrök a nyomozást befejezték, és az ügyben keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek. Ez idő alatt B. Matild és P. József előzetes letartóztatásban volt. Baleset történt Nyíregyháza és Nyírszőlős között kedd délután. Egy személygépkocsi előzés közben megcsúszott, majd a szemből érkező járműnek csapódott. A két autó totálkárosra tört, a két sofőrt könnyű sérülésekkel kórházba szállították a helyszínről. Több beruházás is a végéhez közeledik. Kemecsén a nyár elején átadják a város újjárási hivatalát, kormányablakkal kiegészülve, valamint a tanúszoda építésének munkálatai is befejeződnek idén. Ezt a város és a járás települései működő oktatási intézmények használják majd. Ebben az évben várhatóan nyár elejére három fontos beruházás munkálatai fejeződnek be Kemecsén. Lipők Sándor, a település polgármestere kiemelte, ezek olyan fejlesztések, amelyek nem csak a város, hanem a térség és a járás érdekeit is szolgálják. Itt elsősorban a legfontosabb feladatunk, hogy a járási hivatalunknak a kérdésében az önkormányzat vállalt nagyon sok feladatot, amelyet nekünk meg kell oldani. Úgy néz ki, hogy a tavaszra szerintem mi ezt be fogjuk fejezni, és megkezdheti majd az új járási hivatal a működését. Ez a legfontosabb feladatunk. A második ilyen jellegű kérdéskörünk az pedig a tanúszadának a kérdése, szintén befejezés előtt áll. Ott nem az önkormányzat, de az önkormányzattal közösen egy állami beruházás kezetében befejezés előtt áll. Bízunk benne, hogy tavasszal ezt is be tudjuk fejezni. A járási hivatalnak köszönhetően olyan szolgáltatások jelennek meg, mint a kormányablak, ahol a környező településen élők is gyorsan és egyszerűen intézhetik majd ügyeiket. A tanúszoda pedig a járás településein működő oktatási intézményeket fogja kiszolgálni. Nagyon fontos két fejlesztésről van szó, nem csak Kemecse, hanem a térség szempontjából is. Szeretném ezt hangsúlyozni. Továbbiakban pedig gondolkodunk, hogy pályázatot nyertünk. Itt a Szent István utcára az egyesített gyalog és kerékpárutat szeretnénk megoldani. Itt úgy néz ki, hogy az engedélyes terveink rendelkezésre állnak. Most még néhány koncepciót kell elfogadnunk, és hamarosan bízom benne, hogy a közbeszerzési eljárást is ki tudjuk írni, le tudjuk folytatni, és bízom benne, hogy a tavasz végeztével a nyár elején ez a beruházás is megkezdődik. Ezeken a beruházásokon kívül más fejlesztéseken is dolgozik a város. A következő és egyben a legfontosabb fejlesztések között új utak építése és létesítése is szerepel.
Egy új középosztály létrehozása, ez Karácsony Gergely programjának fővonala. Az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök jelöltje kedden Nyíregyházán beszélt a párt terveiről. Azt is hozzátette, az új középosztály program szerint például az adózási rendszeren is módosítanának, így például egy bankigazgató arányaiban nem ugyanannyit adózna, mint egy ápolónő. Ha egy mondatban vagy egy betűben kéne összefoglalnom, akkor azt tudnám mondani, hogy az igazság szóval ellopott ibetű szeretnénk visszarakni a helyére. A mai magyar társadalmat nagyon sok igazságtalanság feszíti, és ezeket az igazságtalanságokat nagyon nagy mértékben az elmúlt 8 év hívás politikája hozta létre. Mi olyan adórendszer szeretnénk, olyan nyugdíjrendszert, olyan oktatás, olyan egészségügyet, ahol az embereknek azt a jogos igényét, hogy minden állampolgár egyformán számít, és hogy nincsenek első és másodrangú állampolgárok, ezt a Magyarországot építsük meg. Erről szól ez a mai rendezvény is, és tulajdonképpen ez a legfontosabb üzenete a Változás Szövetsége programjának. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei migrációs helyzetről tartott sajtótájékoztatót szerdán a Jobbik. Fülöp Erika, a párt alelnöke elmondta, a kormány 22 milliárd forint közpénzt fordított az elmúlt hónapokban a nemzeti konzultációra és az ehhez kapcsolódó propaganda hirdetésekre. További 82 millió forintot pedig annak a 2300 migránsnak a lakhatási támogatására költöttek, akiket az elmúlt 3 évben betelepítettek Magyarországra. A Jobbik Magyarországért mozgalom éppen ezért egy rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kezdeményezte, hogy nyilatkozzanak azokról a településekről, ahol bizonyíthatóan ez a 2300 menekült vagy migráns elhelyezésre került. És azt gondolom, hogy a helyzet súlyosságát azt csak még inkább tetézi, hogy néhány napja egy olyan sajtó hír látott napvilágot, hogy itt a megyénkben, Kálósemjénben egy olyan repülőgép szállt le, egy olyan kis repülőgép szállt le, amelynek szőrén szálán eltűnt a teljes személyzete, és csak egy tucatnyi migráns volt az, akit tetten ért, vagy elfogott a magyar rendőrség. Schiller Don Carlos című drámáját dolgozza fel a Móricz Zsigmond Színház következő előadása. A cselekmény bonyolult, ugyanis a főhős tragédiája kettős, az apa és fiú személyes konfliktusa mellett a politikai viszály is hozzájárul a tragédiához. Az olvasó próbák már elkezdődtek, a darabot március 10-én láthatja először a közönség. Én is álmodtam egyszer egy Carlosról, de őt rég eltemették. Akit itt látsz, az már nem az. Isten, ilyen szép ötlet volt a szabadság, de gyerekes, elmúlt. Gyerekes. Nincs egyetlen hely, egyetlen se, ahol ne üzzel innen. Kérlek, Rodrigo, hidd azt, árva gyerek vagyok. Én nem tudom, mi az, hogy apa. Én egy királyfi vagyok, de... Értelek. Ilyen mélyre zuhantam. A gyerekkorunkra kell emlékeztesselek. Nagyon fájt, hogy olyan semmi voltam szellemed árnyékában. Így kezdődött Posa Márki és Don Carlos párbeszédének próbája a Don Carlos című dráma olvasó próbáján. A Móricz Zsigmond Színház ezúttal Schiller klasszikus, 5 felvonásos drámáját dolgozza fel. Don Carlos Hamlet vagy Bang-Bang mellett a drámairodalom egyik legismertebb, vívódó hőse. A spanyol fiatalember Európán átívelő ambícióit és romantikus álmait épp zsarnoki apja akadályozza meg. Nem szeretnék prekoncepciókkal nekiállni a történetnek, én nagyon bízom benne, hogy a Mátéval együtt közösen fogjuk tudni kidolgozni azokat a pontokat, ahol a személyiségem találkozik az általa elképzelt és a Schiller által megírt figurával. Szóval ilyen értelemben nem szeretnék nagyon... előzetes becslésekbe bocsátkozni, hogy hozzám ez mennyire áll közel. Ez a próba folyamat alatt fog kiderülni, nekem is akkor kell megkeresni, hogy mennyire is áll hozzám közel, és a végeredmény az kell legyen, akárhogy is írta meg a Schiller, hogy egy olyan alakítás szülessen, egy olyan Carlos szülessen meg, amelyik közel áll hozzám, amelyiket magamból fogalmazom meg. Tehát ez minden értelemben célkitűzés, más nem lehet. Ha elhagyjuk a kor jellegzetességeit, egy minden ízben kortárs történetet kapunk, ahol az apák generációja csap össze a fiúkéval. Az ifjak más értékrendet képviselnek, az ellentmondásos viszonyok sűrűjében áhítoznak a szeretetre. Még a legsemlegesebb álláspontot képviselőnek is életveszélyes játszmákat kell vívnia. A témát nagyon szeretem. Nem találkoztam még, tehát nem játszottam még a Don Carlos, más Schillereket igen, de valaha régen olvastam, és az operát nagyon szeretem. Ugye hát az kis apró különbségek vannak a kettő között. De hát nagyon szeretem a darabot, a téma nagyon közel áll hozzám, mindig ezeket szerettem volna, most már pláne, hogy múlnak az évek, akkor meg ez ilyen nagyszabású
sok mindenről szól, nagy érzelmek, komoly, van ebben minden. Amit én szeretek, például hit, szerelem, komoly dolgok a becsületről, hazaszeretetről, emberi tartásokról. Tehát egy nagy, klasszikus, romantikus Schiller. Imádom. A számos izgalmas, összetett, drámai szépségű karakter felvonultató alkotást a Nyíregyházán most először dolgozó Szabó Máté rendezi. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Összesen 2 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok a zárt kerti program keretein belül. A projekt célja, hogy a települések azokat az elhanyagolt mezőgazdasági területeket is hasznosítani tudják, amelynek rendbetételére eddig nem volt elegendő forrásuk. A programban 10 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a települések pályázatonként. Jelentős változások léptek hatályba a nyíregyházi törvényszéken január 1-től. Ezentúl az ügyfél választhat a pereket megelőző keresetlevelek benyújtási módjai közül. Eldöntheti, hogy elektronikus vagy postai úton indít eljárást, valamint a közigazgatási és munkaügyi területen is történtek változások. A mikro- és kisvállalkozások a gazdaság gerincét jelentik ma Magyarországon, hangzott el a Vállalkozás Fejlesztési Fórumon Nyíregyházán. A Széchenyi Programiroda és a Primom Alapítvány közös rendezvényének fő célja a mikro- és kisvállalkozások segítése. Ennek részeként informálják az Európai Uniós pályázatokról, és további vállalkozásokat támogató lehetőségeket is megismertetnek a cégekkel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 24-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, délnyugat felől továbbra is enyhe, csütörtökön már az itt lévőnél szárazabb levegő áramlik fölénk, ez pedig azt jelenti, hogy a nappali felmelegedés fokozódik, és lassanként enyhülnek az éjszakai fagyok, de nézzük az előttünk álló éjszakát. Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, hószálingózás, ónos szitálás egyaránt előfordulhat, a déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, most még hűvös lesz a hajnal, reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak majd. Az esernyőkre nem lesz szükség, ugyanis csapadék nem várható, és a délkeleti szél is gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra már 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Viszont melegfronti hatás terheli majd a szervezetünket. A következő napokban nyugat felől igen enyhe levegő érkezik fölénk, emiatt a hajnali-reggeli ködfoltok feloszlását követően változóan felhős, napos és csapadékmentes az ország nagy részén tavasziasan enyhe időre van kilátás. A vastagabb hóval borított északkeleti vidékeken lesz csak eleinte hűvösebb, de a jövő héten ott is beköszönt ismét a tavasz. Az éjszakai órákban fagypont körüli, délután a hét végéig 7, a jövő hét elején pedig 10 fok körül lesz majd a csúcshőmérséklet.